Azért a kis bolondságért. Magyar népi mese. Előnarráció Fabók Mancsi Bábszínházának előadásához. Az előnarráció az akadálymentesítés részeként látássérült nézőknek készült a Betlentéri Színház előadásához. Kedves mesét, népmesét, ízes szövegmondást, népi gyűjtéseket és az azokból áradó humort kedvelő és értő közönség. Engedjék meg, hogy egy szemet, fület és elmét elkápráztató, hangulatos, pajzán, izgalmakban bővelkedő előadás részleteibe vezessen be önöket. Lendvai Zsóka vagyok, az Akku Egyesület munkatársa. Azért a kis bolondságért, a történet, ahogyan Fabók Mancsi ajánlja. Pajzán históriánk forrásai, a magyar népi szerelmes történetek, szerelmi kiokosítók, hol szomorú, hol véggyűjtései. Vásári bábjátékunk végig kíséri, hogyan lesz a szerelmi tűzkeresztségen éppen csak átesett leánykából etéren sokat tapasztalt, meglett asszony. A virágnyelven elbeszélt, legjobb ízű népi humorral fűszerezett történet fő témája Ádámságunk és Évaságunk, az emberi élet különböző szakaszaiban. Szeretettel ajánljuk alig serdült és korosabb nézőinknek egyaránt. A történetet előadják Fabók Marian és Keresztes Nagy Árpád. A díszlet grosmit Emil, a bábok Lellei Pál, a zene Keresztes Nagy Árpád, a szöveg Népgyűjtés Nyomán, Fabók Marian munkája. Rendező Fabók Marian. Az előadás hossza 50 perc szünet nélkül, 16 éven felülieknek ajánlott. Fabók Marian 2008-ban szerzett diplomát a Színház és Filművészeti Egyetemen. A bábozás mesterségével tanulmányai folyamán ismerkedett meg, és azóta is a bábozást szívügyének tekinti. A művésznő egy alkalommal így nyilatkozik művészetéről. Megpróbáltam a mesemondást, bábozást és népi éneklést ötvöző előadásommal a gyökereket és szárnyakat egyszerre keresni. Egy újszerű, felhőtlen, humoros játékot létrehozni, vigyázva azonban a mesében rejlő ősi tudás sértetlenségére. Fabók Mancsi Báb Bábszínháza, ez az egyszemélyes vándorszínház 2013-tól teljesedett ki igazán, amikortól keresztes Nagy Árpád, Fabók Marian férje, mint társ, alkotó, illetve alkotótárs belépett az előadások megvalósításának folyamatába. Keresztes Nagy Árpád alkotótársi tevékenységén túl különböző népi hangszerek segítségével élőzenével kíséri az előadásokat. Az Azért a Kis Bolondságért című előadás műfaja: Bábjáték. A történet maszkok mögül és bábokon keresztül jut el a nézőhöz. Az összes karaktert fabók Marian kelti életre egy ruhaszárító kötelekből, lepedőkből és különböző kiteregetett vagy a ruhás kosára félredobott ruhadarabokból álló színen. A háttérben a takarást egy kis kapu és egy előtte megpihenő pad szolgálja. A kapu felülete négy részre, azaz négy külön-külön és együtt is nyitható ablakra van osztva. Az előadás első perceiben a színpadi fények két sor ruhaszárító kötelet világítanak meg, melyeken a legkülönbözőbb ruhadarabok vannak átvetve. Pruszlik, szoknya, ing, egy bőszárú térdig terjedelmes méretű férfi alsó. Középen egy fekete, férfi kalaplóg. A kalap közelében ruhafogason fekete férfi újjas függ. A kötelek szílein egyszerű fehér vászonlepedőkre dőznek, melyeket hagyományos facsipeszekkel rögzítettek. A jobb oldalon, a lógatott lepedők által takart terület előtt terpeszkedik egy fa dézsa, melyet asztalként használ a zenét szolgáltató keresztes nagy árpád. A dézsa tetejét egy vastag vágódeszka fedi, melyen egy hagyományos szódás üveg és egy cipó pihen. A cipóból egy kis késnyelek andikál ki. A bal oldalon fonott ruhás kosár látható. Ebből kerülnek elő a játék folyamán szükséges további ruhadarabok. Szemléltetésként az előadás alatt megjelenik két faragott képecske is az aranymadárról és az aranyfészekről. Az aranymadár, hogy a néző értse annak szimbolikáját forgatható, képes ágaskodni és lekonyulni. Az aranyfészek pedig kinyílni és összezáródni tud. Az összes karaktert Fabók Marian varázsolja a néző elé. Személyisége, temperamentuma, humora, közvetlenséget kölcsönöz minden játszott karakternek. A két szereplő, Marian és Árpád fehér népies hatású, vászonöltözetet visel. A mögöttük elterülő színpadkép is csak nem teljesen fehér. Az összhatás nagyon vidám, valahogyan nagyon egészséges, őszinte és eredeti. Marian temperamentuma, mosolya, Árpád megértő, szerető, jó szándéka csak fokozza ezt a hatást. Báb szereplők, Böske Az esendő és kikapós leány ezt a figurát Marian alakítja saját testivalójában. Amikor a színésznő Böskét alakítja, arcát egy fehér papírmaséból készített fehér állarccal fedi el. Az állarc a szemeket, az orcákat és az orrot takarja. Böske anyja Idősödő asszony, akinek csak a fejét látjuk, amint kerek, kendővel bekötött feje, megjelenik az egyik nyitott ablakkeretben. A figurának nagy gömb szemei és mozgatható szája van. A szemgolyók, melyek beszéd közben élénken mozognak, mulátságosan mutatják tulajdonosuk gondolatait. Marian állarccal fedett arca megjelenik a nyitott ablaknyílásban, nyílásban, eközben jobb keze tartja a fejet, mozgatja a szemeket és a száját úgy, hogy ezzel azonos időben bal keze az anyja kezét játsza, amint éppen lánya haját fésüli. A két fej mögött az ablaknyílás fehér lepedővel van takarva, így a néző könnyedén tud a két fej beszélgetésére koncentrálni. Jánoska egy legény, akivel Böske a falusi mulatságon találkozik. Figurája egy válfállógó fekete férfi újasból áll. Arca nincs. A válfa felső részén egy glóriához hasonló tekervényt alakítottak ki drótfonatból, ezen egy fekete kalap nyugszik. A táncos szeretkezős jelenet alatt a bábszínész bal karját a szárító kötéle lógó újas bal ujján átdugja, mintha csak tőle függetlenül mozogna ez a kéz, így saját kezével ölelheti át, itathatja le böskét, azaz saját magát. Arcát pedig elrejtheti a kalap mögé, így imitálva egy tökéletesen hihető, összebújós, ölelkezős jelenetet. Gergi. Ő az, akinek talán kettő van, Gergi is egy lógatott újasból formálódik Marian segítségével. Ennek a fiatal ember figurának arca is van. Fehér orcája, kerekded, a fejét magas posztó kalap takarja. Az egyik jelenetben Gergi mesztelen végtagjai is láthatóvá válnak. A karok és lábak fehérek. A lábakon ritkás fekete szőrzet égtelenkedik. Tisztelendő úr! Böske nekivalja meg bűneit. Az egyházi személynek fekete kartonból kivágott profilja csupán csak felsejlik az egyik ablakkeretet kitöltő apácarács mögül. Mózsik. Élteskorú aglegény. Mózsik arca vértelen, orra feltűnően nagy. Szemöldöke vastag keretet alkot szemei felett. Őszakálla a derekáig ér, maradék haja a fülei mellett apró csomókba kunkorodik. Az idős férfi méretes sétabotot tart kezében, amivel nagyokat koppant a padlóra. Ezzel ad nyomatékot mondani valójának. Idős böske. A figura arca hófehér és hervatag. Orcái megnyúltak. Fejét és maradék haját fekete, dísztelen kendő alá rejti. Bőújú, sötét ruhája az özvegyasszonyok tipikus viselete. Leányunoka. Böske mama, pontos, ifjúkori mása. A felhőtlen szórakozást ígérő darabot az Aku Egyesület akadálymentesíti. Sok szeretettel várjuk Önt és kísérőjét az előadáson.